Hello! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, én Siklós Katalin vagyok, és a Hétköznapi Hősnők magazin egy újabb konyhai adását látod. Úgy az egészséges táplálkozás és az egészséges receptekről beszélgetünk. Itt tudod visszanézni például az egyik legnépszerűbb zöld turmixos sorozatunkat. Ma pedig egy olyan frissítővel készülök nektek, amit én újabban kávé helyett iszom most, hogy irdatlan meleg van. Én nem tudom, te hogy vagy vele. Én most már sokkal kevésbé kívánom a kávét, főleg a maga teljes forró, havos, babos módján. A jeges kávét a fagyi miatt kerülöm, ugye mert igyekszem a legkevesebb cukrot és édességet fogyasztani. Úgyhogy most hozok neked egy olyan receptet, ami garantáltan legalább annyira frissít, mintha kávét innál, viszont a koffein minden káros mellékhatásától, vagy kellemetlen mellékhatásától mentes. Ugye sokaknak nagyon megdobja a vérnyomását, nem erős szívdobogás van a kávétól, és a benne lévő koffeintől. Nos, ebben az nem lesz, viszont garantált és jeges frissítés az igen. Fogunk beletenni kurkumát, fogunk beletenni csak egy pici őrölt borsot, fogunk beletenni, hát kókusztejet is tehetsz bele, de sokkal jobb, hogyha nem a bolti és tartósító szerekkel teli kókusztejet vásárol, hanem veszel magadnak ilyen jó kis kókuszkrémet, és azt öntök hozzá, tulajdonképpen kókuszkrémből és vízből tudsz magadnak házilag kókusztejet csinálni, na most mi is ezt fogjuk tenni. Teszünk bele egy evőkanál extra szűz kókuszolajat is, valami gyömbért, egy pici agave szirupot az édesítéshez, ide használhatsz egyébként felőlem akár folyékony édesítőszert vagy mézet is. Én most az agavét választottam, ezen kívül lesz még benne egy csipet só, és nagyjából ennyi, na álljunk is neki. És már kész is a remek mű. A jégkockák egy picit egyben maradtak benne, de szerintem nem is baj. Úgyhogy nézzük! Csodás színe van, mint valami jó kis narancsos fahéjas. Szóval most még külön-külön érzem benne a gyömbért, a fahéjat, kókuszaromát. Na lássuk! Nagyon jó. Tehát tele csodálatos és nagyon egészséges hozzávalókkal. A videóhoz készült cikkben is olvashatjátok, hogy minden van benne, és hogy ez miért ilyen nagyon jó. Próbáld ki, és írd meg kommentben a videó alá, hogy neked hogy írlik, és hogy vajon szerinted el lehet-e cserélni napi egy kávét egy ilyen hűsítő kókumás kókumos italra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, és tovább finom és egészséges receptekkel érkezünk hamarosan. Szia, szia!